Tavaly mind a Kölcsey, mind pedig a Máté Szalka hazai pályán sikerrel zárta a megyei rangadót. Vasárnap újra egymásnak feszül a két együttes a női kézilabda MB2-ben Nyíregyházán. A hazai környezetben játszó Kölcsey jól kezdte a szezont, 3 győzelmet is bezsebeltek az első 3 mérkőzésükön, legutóbb viszont vereséget szenvedtek a Debrecentől. Hadobás István lányai nem csak a tisztes helytállásra törekszenek, hanem mindenképpen győzelemre törnek megyei riválisuk ellen. Ehhez a vezetőedző szerint mind taktikában, mind koncentrációban végig fel kell venniük a versenyt ellenfelükkel szemben. Én úgy gondolom, hogy a rangadókra jellemző magas hőfokot ki tudja jobban kezelni. Tehát a nagy lelkesedés mellett ki tud higgadt maradni, ki tud okosan játszani, mind a mellett, hogy megőrzi majd a keménységét, a feszességét is. Úgyhogy én erre készítem a csapatomat, hogy ez is csak egy mérkőzés, viszont nyilván ez egy különös gonddal előkészített találkozó. Úgyhogy remélem, hogy szívben nagyon kemények és erősek leszünk, és ugyanakkor higgadtan tudunk majd játszani, és akkor elképzelhetőnek tartom a győzelmet, bár hozzáteszem, a Máté Szalka, tudom, ugyanerre készül. Valóban a győzelem a cél a Máté Szalkának is, akik továbbra is szeretnék megőrizni veretlenségüket és listavezető helyüket a tabellán. Vakacs Krisztina szerint a Kölcsey jó játékosokból álló együttes, idegenben pedig még nehezebb játszani ellenük. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mindig nagyon nehéz játszani a Kölcsey ellen, és így, hogy idegenben megyünk, nem lesz könnyű dolgunk. Mit fogsz mondani a lányoknak, mi az, amire kiemelten figyelni kell ellenük? Próbáljuk megtartani a veretlenségünket, hisz mindenkinek van már egy veresége, nekünk még nincs, és szerintem ez motiválni fogja a csapatot. A mérkőzést vasárnap délután rendezik, azonban ezúttal nem a Kölcsey megszokott otthonában, a Continental Arénában, hanem a Tiszavasvári úti pályán.